Telefon, Azért, mert azt internet. látod, hogy a telefon a kezemben van, Igen. mert neked ez egy darab tárgy, de ez információ. Nem Érted? telefon? Nem telefon? Na, de a telefonban mi van? Információ. Ja. Hogy jussak hozzá? Hát, de egy kicsit... De akkor mondjad már, hogy mit akarsz. Hát, hogy letehetnéd azt a telefon, és akkor ma szerda van, pénteken elmehetnénk egy hangmesélyre. Na most... Pszichológusnál, és ő azt mondta, hogy van az embernek egy ilyen komfortzónája, és abból időnként jól esik kilépni. És te most itten ebbe a szobába, meg a telefonokkal vagy, és akkor én meg kéne próbálni kilépni, ezt gondoltam, és azt gondoltam, hogy egy hangver... Na. Szóval, hogy egy hangversenyt... Jó, pénteken találkozunk. Cső. De akkor eljössz velem a hangversenyt? Mondta, még el kell mondani többször is, hogy megértsd, hogy elmegyek. Nem kell elmondani. Köszi! Szia! Ja, kifelé nem kell kokolni. Thank you.
egy kicsit beszélgetni. Szóval, például érdemes arról beszélgetnünk, hogy miért is akarjuk rávenni a másik embert, a beosztottunkat, a főnökünket, a gyerekünket, a feleségünket, a szerelmünket, a anyánkat, a közértest vagy bárkit arra, hogy a mi kedvünkért lépjen ki az ő komfortzónájából, és ugye felszólítjuk valamire, hogy tegye meg, vagy egyértelműen elvárjuk azt, hogy már pedig legyen úgy, mert az mondjuk nekünk úgy lesz. Majd még látunk egy jelenetet az apa-lánya között, és utána még párkapcsolati témánk is lesz, ez mind bele fog férni a mai napba. De szóval kérdezem én, hogy mennyire sikerül ellenállni, vagy mennyire sikerül a másik embert hát rávenni. Azért lássuk be, hogy amikor azt mondjuk, hogy előre tudod, hogy annak az a valami nem biztos, hogy olyan nagy kedvére lesz, akkor mégis miért próbálkozunk be? Például most itt ez a jelenet, ez most megérte? Vajon? Vagy lehet olyan, hogy egyszer csak valaki azt mondja, hogy hát tulajdonképpen mekkorát bővült az én komfortzónám, és milyen érdekes, még a csigát is megkóstolom. Tehát milyen tapasztalataink vannak mondjuk saját magunkról, vagy arról, akit így próbálunk. Rossz kérdést tettem fel. Hogy? Igen. Olyan kérdés, hogy mi volt az iskola? Ne, annál azért jó. Egy fokkal jobb volt. Egy fokkal jobb. Na, tehát, hogy... Itt az előadás alatt kiderült egyértelműen egy jelenet alatt, hogy érdemes volt a játék. Mármint, hogy rávenni arra. A lány örömmel hallgatta végig, legalábbis a második... Koncert második felé. Koncert második. Igen. Ez vajon az ő kapcsolatukat milyen módon fogja befolyásolni? Hát nem annak a reményében szoktunk valakit valamire rávenni, hogy utána nekünk, kettőnknek legyen jó. Rendben van, annak a reményében, de ki tudja, hogy mi fog történni. Aha. A következő jelenetről nyilván kiderül. Igen. Na, az elején kérdeztem azt, hogy vajon kinek mi az a határ. Szerintem tulajdonképpen mindig minden pszichológia téma valójában a határkeresésről szól. Tehát amikor, mit tudom én, amikor csináltunk előadást a féltékenységről, vagy amikor, nem tudom, egymás életébe beavatkozás. Ha belegondolunk, mindig minden téma arról szól, hogy... mennyire megyek én el a másik, mennyire trappolok bele a másik embernek a, hát most ma éppen ezt a szót használjuk, hogy komfortzóna, de nem kötelező használni, csak tehát, hogy, mit kérdeztem? Ja, hogy kinek mi az a határ, amire azt fogja mondani, hogy nem. Legyen az akár az ízlés, tehát, hogy még a te kedvedése megyek el jéghoki meccsre, és nem. Tehát, hogy van-e ilyesmi, amire azt mondjuk, hogy nem. Még a te kedvedése fogok kínai ételt kóstolni. Még a te kedvedért se. Nincs ilyen mondat második fele? Fejünk be. Mindenki a legnagyobb harmóniában él az illető, az összes kapcsolatával, akivel egyébként találkozik, családja, minden tagja úgy érzi, hogy annyira tiszteletben tartja az ő komfortzónáját, és viszont, hogy tulajdonképpen ennél békességesebb szigete nincs is a világnak, mint Magyarország. Hát igen. Akkor én már nem zaklatlak titeket. Balázs otthon ül, majd még egyszer lehet, hogy jövök kísérletezni egy kis beszélgetésre. Balázs otthon ül,
amikor kap egy telefont a lányától. Gyere! Igen, igen, szia Boriska, én vagyok. Nem így oda. Na ne! Ne ügyéskedj! Mert a rendőrs... Jó, várjál, ne csinálj semmit. Rohanok. Szia! Csesztetlek, hanem mi történt? De mindig csesztezi, menjek már ide, menjek már oda, csináljunk már valamit az életemben. Na, csináltam valamit az életemben, elmentem hétvégén bulizni. És hát azért nem kell a rendőrségen befejezni. Hát nem, csak mindent megettem, meg megittem, amit adtak. Na, és az nem? Ott feküdtem az árokparton. Széthányban, azt sem tudom, mi van bennem, tele volt a zsebem mindenféle cuccokkal, mics. De várják, az nem azt jelenti, hogy az ember a komfortzónájából kilép, hogy akkor rögtön belelép a szörnyűségekbe. Tényleg ezt nem mondod nekem. Mi? Hát te mondod nekem, ki szerepel, ki haknizik azzal, hogy televízióban voltam? Mit csináltál ott magaddal? Jaj, ne, az egy másik dolog. Miért másik dolog? Hát azért másik dolog, akkor én, hát az játék volt. Igen. Tényleg is nem szégyeled magad? Mi? De egyrészt már régeségen túl vagyok rajta, másrészt meg hát most miért szégyeled? Hülyét csináltál magadból, nem szégyeled magad? Nem csináltam én hülyét. Aztán bejössz a szobámba és elmondod, hogy lépjek ki a komfortzónámból. Hát persze. Kiléptem a komfortzónából. A komfortzónából akkor léptél ti igazándiból, amikor eljöttél velem a hangverseny. Utána nem kellett volna, azért, mert eljöttél velem a hangversenyre, azért nem kellett volna mindjárt... Tényleg, és hol a határ, apuci? Mesélj már el nekem! Úgy, hogy hol a határ? Hát a határ az ott van, ahol az embernek a komfortzónája van körülötte. Miért a krétával meghúzza valaki? De hát nem, azt te húzod meg magadnak, mindenki saját magának húzza meg, és akkor hogyha az van körülötte, akkor az jó érzés. És te ilyen okos vagy, hogy te tudod, hogy nekem hol, a magadét nem tudod, hol van, akkor az enyémet honnan tudod, hogy hol az én komfortzónám? Hát én azt nem mondtam, hogy tudom, hogy hol a te. Akkor most miért arról beszélsz, hogy szerinted mi a jó? Miért nem rólam beszélsz? Hát rólad beszélsz. Nem rólam beszélsz. Hanem kiről beszélsz. Magadról beszélsz. Megint mindig magadról beszélsz. Hát te is magadról beszélsz. Tényleg? És igen. Akkor ki én? Mert én a gyerek vagyok, te meg az apám vagy. Ki az Istennek beszéljek magamról? Itt sajnálkozol a fejem fölött, meg sajnálod magad azért, mert én itt vagyok. Miért nem velem foglalkozol? Hát az Isten itt neki, nehogy velem. Amikor mentem hozzá nyáron, minden nyáron kezedbe adtad a kapát, hogy legyen belőlem ember a kapát. Hát persze. Belőlem miért nem lett ember? Belőlem? Miért nem tanultál? Szerintem meg akkor lépjél volna ki a komfortzónából, hogyha tanulsz. Én azért nem léptem ki a azért nem tanultam, mert a komfortzónán nem engedett tanulni. Te meg tudod magyarázni. Te meg tudod magyarázni, hogy neked mit kellett volna, meg mit lehetett. Akkor te nekem nem magyarázd meg, hogy nem, nekem mi fér bele. Nem magyarázom. Akkor meg ne állj fölöttem és lepapoljál arról, azt hogy én. Azt kérdezted, hogy én miért nem tanultam. Hát amennyit kellett, annyit tanultam, annyit nem tudtam tanulni, amennyit te. Azért, mert nekem pénzt kellett, el kellett látni. Nekem nem kell majd ellátni magam, nekem nem kell majd tanulni, nekem nem kell fölépíteni egy életet, ugye apuci? Dehogy is nem. Egyszer az életben meghallgathatnál, egyszer az élet ajánlott. Papolsz arról, őssonnál, azt tetszol, nem hallgatsz meg! Dehogy nem! Nem hallgatsz meg! Magadról beszélsz! Hogy hallgatlak!
Tessék, mondd! Köszi! Marra, ez aztán, most aztán tényleg van kedve az embernek beszélni. Tessék, mondd! Mi, honnan kezdjem el? Beszélgettél te vele? Most ezt beszélgetésnek nevezed? Most beszélgetnék veled arról, hogy mi a francot keresel itt. Elmondtam. Az érdekel. Drogoztam, ittam, lájtam, meg még ki tudja, mit csináltam. Ez van, ezt csináltam. Meghallgattad? Mondjál rá valami okosat, hogy miért ezt csináltam, miért nem csináltam helyette valami más. Hát miért ezt csináltad, miért nem csináltál helyette valami más? Nagy a baj. Na. Nagy a baj. Kezdjük ott, hogy te miért csináltál engem, és miért olyanra csináltál, amilyen vagyok. Ilyenre sikerül. Hát ilyenre. Én. Akkor magaddal beszélgessél arról, hogy miért vagyok olyan, amilyen. Hát, jó vicc. Azért vagy ilyen, amilyen, mert anyád génjei, vagy az én génjeim ilyenné raktak össze. Na, akkor meg... Mi az, hogy akkor meg? Akkor meg lepapoljál. Nem akkor papolj. Fogad el, hogy ez van. Hol van a papolj? Ilyenre lettem összerakva. Ilyenre is? Na, hát erre de arra nem lehet hogy a rendőrségen találjanak. Értem, akkor mondom, beszélj arról, hogy főztél egy krumplileves, menjek haza,